Hargita megyéből érkezett egy 18 fős delegáció a Tolna megyei Csikóstöttősre. Az erdélyi vendégek a településen egy éve átadott hagyományok házába látogattak el először. Hargita és Tolna hivatalosan 2018 óta testvérmegye, de a kapcsolat már több éve tart. Számos területen van együttműködés Hargita megye és Tolna megye között, az oktatás, a kultúra, az értéktár vonatkozásában, de egyébként kereskedelmi kapcsolatok is vannak kibontakozóban. Nagyon jól érezzük magunkat, itt nagyszerű emberek között vagyunk. Lenyűgöz engem személy szerint maga a táj, az emberek, a falvak rendezettsége, a szívélyesség, amivel bennünket fogadtak, és nagyon egy kerékre jár az eszünk, hál' Istennek, és könnyen megtaláljuk a hangot egymással. Mi azt szeretnénk, hogyha Tolna megye és Hargita megye között ez a kapcsolat oly mértékben elmélyülne, megerősödne, hogy azok a közös tervek, melyeket Fehér Tamás elnök úrral közösen már elkezdeményeztünk, lebonyolítottunk, azok további életteret, erőt nyerjenek népünk, nemzetünk javára a közösségeink érdekében. Számos testvértelepülés is van egyébként Tolna megye és Hargita megye között, testvér megye is, Hargita megye és Tolna megye, és államtitkár úr, Potápi Árpád János államtitkár urat idézve, Hargita és Tolna megye testvérmegyei kapcsolata mintaszerűvé vált, számos más testvér megyei kapcsolat számára modellértékű az, amilyen együttműködés zajlik a két megye között. Ezt a találkozót még Pintér Szilárd Csikóstöttős korábbi polgármestere kezdeményezte. Bármennyire is meglepő ez az ígéretem, hogy mai találkozunk Hargita megyei delegációban, még augusztusban hangzott el, akkor én Csikóstöttősen voltam polgármester, ma már Dombaváron vagyok, de azt gondolom, hogy az adott szó az nagyon fontos, és mindezek ellenére, hogy nem vagyok már itt polgármester, nagyon örülök, hogy azon a településen, én a mindennapjaimat éltem 52 éven keresztül, ide érkezett ez a delegáció. Azt gondolom, hogy a mai nap is tartalmas volt, hiszen én ma este találkoztam csak a csapat tagjaival, és ők mindenféleképpen azt mondták, hogy érdemes ott eljönni. Olyan szakmai tapasztalatcserén vagyunk túl, amely ezt a kapcsolatot tovább tudja építeni, és remélem, hogy már Dombavár polgármestereként magam is, és Dombavár is haszonló évező lesz ennek a mai napnak rövid távon. Kreb Imre, Csikóstöttős jelenlegi polgármestere elmondta, korábban már Tolna megyeiek is ellátogattak erdélyi testvértelepülésekre, most pedig szívesen fogadják Hargita megye vendégeit. Mi is be tudunk mutatkozni a vendégeinknek, és bízunk benne, jó szívvel fogadják el a meghívásunkat, és látják azt, amit mi próbálunk tenni ezért a közösségért, és talán együtt akkor most már a következő időben Dombovárral, Töttössel és a környékkel. Vendégfogató falu vagyunk, nem véletlenül van ez a turista ide váró projektünk, amiben ugye látjuk a hagyományok házát, van a kilátó, van a horgásztó, amire szervezzük mi itt a turisztikai programunkat, és várjuk a környék gyerekeit és a vidéki külföldi vendégeinket is. A két megye közötti kapcsolatot a jövőben még szélesebb körben szeretnék kiterjeszteni, mondta Fehérvári Tamás. Nagyon szeretnénk kiterjeszteni minden olyan területre ezt az együttműködést, ami az embereket érdekli, érinti, és amiből a két félnek, akár bármelyiknek lehetőségei lesznek a következő időszakban. Most vannak az alapok lerakásai, ami azt jelenti, hogy felmérjük azt, hogy milyen közös területek lehetnek azok, amelyen tudunk együttműködni. Különbözők egyébként a két ország közigazgatása, hierarchiája ilyen téren, úgyhogy meg kell találnunk azokat a közös pontokat. Az biztos, hogy enni fogunk együtt jó párszor, és reméljük azt, hogy jól is érezzük magunkat, mert azt gondoljuk, hogy a barátságok kialakulása az óriási mértékben segíti ezeket a kapcsolatokat. Hogyha lesznek barátaink, és nekik viszont tőlünk, akkor már könnyebb lesz az egymáshoz való átjárás, és akkor könnyebben megtaláljuk a közös érdeklődést, közös lehetőségeket, hiszen ez arról is szól, hogy hát, ha együtt tudunk működni, akár az uniós források felhasználásában, akár olyan gazdasági együttműködésben, amely a két területnek mindegyik számára előnyös. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett a találkozón. Orbán Attila egyébként szintén erdélyi származású, így nagyon örült ennek a lehetőségnek. Nagyon sok ismerős találtam a hargitaiak között. Kiderült, hogy Brassóból eltelepültek többen is, elszármaztak Hargita megyébe, szomszéd faluból származó
hargitai delegáció tag is van. Hát nagyon érdekes volt ez, hogy milyen kicsi is a világ tulajdonképpen, és az az érzésem, hogy illetve megerősödött bennem az az érzés, hogy igazából mi összmagyarság egybe tartozunk, és az, hogy most éppenséggel én Tolna megyében élek, és ők Hargita megyében, ez nagyon egyre szűkebb lesz a világ számunkra, és az összetartozás az egyre fontosabb és egyre erősebb kell legyen. Hát az én életem úgy alakult, hogy most itt élek Tolna megyében, de ők meg ott élnek most Hargita megyébe, de mondtam is nekik, és tényleg ez az érzés van bennem, hogy ne vendégként tekintsünk egymásra, hanem akár mi oda megyünk, akár ők ide jönnek, érezzük mindannyian otthon magunkat. Hargita megyében is Tolna megyeiek, és hargitaiak is itt Tolna megyében. A találkozót egy finom vacsorával zárták. Ez az alkalom jó lehetőség volt arra, hogy a két testvér megye elmélyítse kapcsolatát és további barátságokat alakítsanak ki, hangzott el az eseményen.